palackozzák a pálinkát a győri likőrgyár üzemében. Itt kerül üvegbe a Pannonhalmán készülő kajszibarack is, amely fontos összetevője az ország tortájának, Szó Gellért salgótarjáni cukrász alkotásának. A cukrászmester találkozott a pálinkával, fogyasztotta valahol, és ott ébredt benne az a gondolat, hogy ezt valamilyen módon süteménybe kellene belekreálni, vagy beledolgozni. Magáról a folyamatról csak akkor értesültünk, amikor a torta elkészült, illetve a torta már nyertes volt. Tulajdonképpen azt mondom, hogy aktív módon a kiválasztásban nem vettünk részt. A pálinkát a torta krémjébe keverte a cukrászmester, nem is kis mennyiségben. Egy tortában 75 g pálinka van, tehát azt mondom, hogy 2x4 centet raknak be egy 16 szeletes tortába. Hát azért azt gondolom, hogy ez egy felnőtt embernek nem jelentős mennyiség, mert azért ez kisebb mennyiség annál, de valóban ugye gyerekeknek nem biztos, hogy ezt a tortát fogyasztani kell, bár a nevében is benne, hogy pálinkás torta. Barabás Attila azt mondja, a salgótarjáni cukrász döntése fontos állomás a vállalat életében, hiszen több olyan termékük van, amely az ételek ízesítésére is szolgál. A pannonhalmi kajszibarack pálinkás karameltortát augusztus 20-a után az ország több száz cukrászdájában lehet megkóstolni, így bizonyára Győrben is.